Kísérletünkben a hidrogénperoxid bomlását vizsgáljuk. Felhasznált eszközeink. Kémcsőtartóállvány kémcsővel, vegyszeres kanál, gyújtópálca, borszaszégő. Anyagaink hidrogénperoxid vizes oldata és mangándioxid barna kőpor. A kémcsőbe kis mennyiségű hidrogénperoxid oldatot öntünk, ami egy szintelen, szaktalan oldat. Ehhez nagyon kevés barna kőport teszünk, és megfigyeljük a kémcsőben a változást. Nagyon intenzív gázfejlődést, peskést tapasztalunk. Fejlődő gázt parázsló gyújtóválcával vizsgáljuk. Megfigyelhető, hogy a gyújtópálca lángra lobbant. Kísérlet magyarázata: a hidrogénperoxid egy bomlékony anyag. Vízre és oxigénre bomlik. Ezt a folyamatot a barna kőpor segítségével felgyorsítottuk, tehát a barna kőpor katalizálta a hidrogénperoxid bomlását. Az oxigéngáz kimutatására használtuk a parázsló gyújtópálcát, mivel az oxigén az égést táplálja, ezért a parázsló gyújtópálcánk lángra lobbant. Az olyan anyagokat, amelynek bomlása során oxigén szabadul föl, oxidálószereknek nevezzük. A hidrogénperoxid erős oxidálószer. Köszönöm a figyelmet!